Csekke Katinkának most már nem csak a külseje változott meg nagyon látványosan, hanem az életében is hatalmas változások történtek. Vegán lett, és többet nem találkozhatunk vele a Jóban Rosszban sorozatban. Természetesen cukormentes, gluténmentes. És 182 kalória, oda van írva. De én még azt sem gondoltam volna, hogy te egy évvel ezelőtt ezzel foglalkozni fogsz. A lényeg az, hogy most foglalkozom. Nem? Mert amíg élünk, addig fejlődünk, és most én fejlődök. És ami nagyon fontos, hogy természetesen cukrot sem eszünk, tehát cukormentes a torta. Te mivel szoktad otthon pótolni a cukrot? Nem szoktam semmivel. Nem kávézom, tehát abban nem kell cukor. Különböző helyeken eszem, indiai kajálda, itt-ott-amott. Megoldom, de nem, otthon is cukor. Akkor miközben megesszük, közben bejelenthetjük nyugodtan, amit talán már az egész ország tud most arra, hogy többet nem látunk a Jóban Rosszban. Hú, ez azért, igen. Én hoztam meg a döntést, és 11 év után. És azt gondolom, hogy egy új életem kezdődött. Szabadság. Azt hiszem, ezzel a szóval tudnám jellemezni azt, hogy otthagytam a sorozatot, hogy most szabad vagyok. Nekem az nagyon jó volt, megismert az egész ország, imádtam velük forgatni, de egyszer csak 2 évvel ezelőtt rám jött egy olyan érzés, hogy menni akarok. Itt fölveszünk gyorsan 20-30-40 jelenetet egy nap alatt, mindenki megy, halad, csináljuk. És azt gondoltam, hogy más dolgokat szeretnék, gyerekekkel szeretnék foglalkozni, színiiskolán gondolkoztunk. Igen, egyszerűen... más felé szeretnék nyitni. És most végre van időnk megenni egy szelet tortát. Nem hiszed el, még ezt a torta szeletet se tudom megenni. 182 kalória. Szerintem annyira összeszűkítette a gyomromat az az indiai étrendkiegészítő, hogy egyszerűen nem. Becsomagoljuk és hazavisszük. Körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor ezt az indiai gyógynövényt elkezdtem szedni, akkor valahogy már felvázolódott bennem egy terv. Amikor csökkentette az étvágyamat, és úgy éreztem, hogy mennek le a kilók, akkor azt éreztem, hogy igen, akkor itt az időm, és nem mindegy, hogy 100 kiló vagyok, vagy 70, vagy 65, vagy 92, mert olyan szerepeket fogok kapni, és én nem szeretnék örökké főző asszonyokat játszani, hanem szeretnék színházban is szeretnék olyan darabokban játszani, Csehovokban, Shakespeare-ekben. Nem azt mondom, tehát nem Júliát akarok, tehát én Dajkát szeretnék játszani, vagy egy anyát, és tudtam azt, hogy a kamera az még rád pakol egy nagy adagot. És azt hiszem most már, hogy így egy kicsit azért megváltoztam, most már jöhetnek a szerepek. Ki gondolta volna egy évvel ezelőtt, amikor csak egy-két gyógynövénnyel találkoztál, hogy most itt ezt fogod mondani, és így?